Én mindenkinek Scuderia vagyok, és ismét a Rustból jelentkezek, az XP rendszeres Rustból, ahol is az ötödik szinten vagyok. És megvan ez a kis kuckó, amiben van egy-két pisztoly, meg egy pisztoly, egy gépfegyver, egy Thompson, ami eléggé hukás, némi fém, van olvasztanivaló. Ja, igen, azt hiszem, hogy ott tartottam, hogy kéne csinálnunk kemencét, most nem tudom, hogy kemence, itt a kemence 5XP, azt az fontos, tehát itt vannak, amik elérhetők, ezek érhetők el, és akkor ebből, ami nekem fontos, az biztos, hogy ez nagyon fontos. És maradt még 5XP-nk. Jó, ez most annyira nem fontos. Több idegyre nem pazaroljuk, ruházkodni nem nagyon kell, úgyhogy akkor nem tudom, van ebbe töltény. Nem ingyen vadászni. Jobb hiány. Van nyilam is. Mindegy, visszük ezt is. Most már úgyis lő rám a helikopter, hogyha úgy alakul. Itt a kis szomszédom. Körbenézünk. Zsírt kell szereznem. A kemencéhez az ott egy. Nem már. Csak egy helikopter jön, akkor visszaviszek mindent. Lerakom a lőfegyvereimet. Mondjuk ezt, meg ezt. Most ilyeneket cipelek majd akkor, jobb híján. Jó kalapácsot. Azt hiszem, így nem fog bántani. És akkor mással fogjuk elütni az időt, szedünk ilyen kendert, meg akkor elmegyünk a hidroglóbuszhoz. Hol a helikopter egyébként? Fülem alapján onnan jön valahonnan. Na. Szomszédságon fejlődött azóta vajon? Ha van neki, hát nem tudom, hogy páncélajtaja volt-e. Na, ezt nem várjuk meg, hogy kinőjön, ezt felszedjük. Jó, akkor szerintem addig még azt ott összeszedem, aztán elmegyek a hidroglóbuszhoz. Az ott mi? Ez egy szarvas, de azzal mit tudok csinálni? Ilyen, nincs semmi fegyverem. Nincs. Akkor ezt most hagyjuk békén. Kis ércet gyűjtöttünk. Hopp, az meg tök. Nem tök. Jó, az meg eliszkol innen. Oké, itt nem volt állatka. Azok ott. Aha, kő és érc, ezt felszedjük. Még egy kis kender. Hoppa, valami történt. Távolban, mintha lövéseket hallottam volna, jól hallottam. Na, ide eljövünk, és itt egy kicsit akkor fát is vágunk, hogy legyen fánk. Nem tudom, hogy állok faügyileg. Itt van 426 fám, ami nem olyan rossz. Hopp, ott is van valami állat. Úgy néz ki, mint egy kölyök kutya innen távolról. Most, hogy betöltöttem a rásztot, egyébként láttam, hogy eddig én nekem nem tűnt, hogy megjelent a DirectX 12-es dolog is. Majd kipróbálom, most nem töltöttem be, hagyományosan jöttem be, ahogy szoktam. Eltűnt a vágás textúra, vagy nem tudom. Na, ezen megvan jó, csak az a fa volt bugos. Szóval megjelent a DirectX 12, akkor biztos szebben néz ki a játékot. Csak úgy rögzítve azért egy kicsit biztos, hogy tesztet igényel, nem akartam kísérletezni vele, úgyhogy marad ez egyelőre. Ez viszonylag jól futna, hogy állunk. Oké, jó, hát menjünk akkor így egyenest. Egy-két ilyen nagyobb fácskát kivágunk közbe, ahogy haladunk előre.
és vannak a szerveren is páran, néztem. Úgyhogy még össze is futhatok emberkékkel. Vélhetően kedves emberekkel. Most egy jó pár nap eltelt, amióta nem léptem fel, aztán aggódtam is, hogy mondom. Már megtaláltak a... Mi az, hogy a... Anti-hack. Mert hogy ezt nem lehet szétütni itt? Na azért. Ó, vadászi. Más nincs. Én azt nem fogom cipelni, az biztos. Még elkap a helikopter, ha már ott hagytam a fegyvereimet. Hú, elég rossz állapotban van a baltám. Kéne keresnem követ. Gomba, eszek egy kicsit. Ez is ad XP-t, és az evés is ad XP-t. Az nem. Nem baj, de legalább egy kicsit ettem, ez is valami. Ott is gomba. Ez egy jó kis gombászóhely lesz, úgy néz ki. Nem baj, itt azért találok majd biztos szemetet, meg ezt-azt. Ezt még kivágjuk, ezt a fát. Ezt a szép nagy fenyőt. Aztán akkor futunk egy kört a hidroglóbuszba. Azt találtam ki. Ugye a régi emlékek örömére. A lootkörözésből maradt vissza, még hát ha meg tudom mászni elsőre. Vagy csak olajat keresek, lehet, hogy csak olajat keresek. Most azt kéne, kemencét kéne összehozni ebbe a részbe. Ja, lehet, hogy most akkor nem variálunk, eszünk egy kis gombát. Jó, ezt megisszuk. Ezt kidobjuk, ez nem kell. Kis kender, az jó jön mindig. Megláttam, mint a kő feküdne a fűbe, vagy érc. Na, mászunk csak föl akkor a globuszhoz. Elvileg visszajött a sugárzás is, ha jól tudom. Nem tudom, hogy ennél volt-e sugárzás, meg hogy az hogy jelöli a játék. Kaptam XP-t. Megint hallottam lövéseket. Lehet, hogy halucinálok. Meg ezek az XP-s, XP-nyerős hangok is sokszor tréfálnak még meg. Hopp, egy őzike. Vagy szarvas. Szia! Itt láttam szemetet. Kicsit guberálok. Hát, ha van benne valami hasznos. Ó, kis kaja. Az jöhet. Ezt megesszük mind. Nem voltam valami jól táplált. Na nézzük. Azt mondja, hogy itt kéne legyenek az olajak. Talán ezzel meg tudom fejteni. Sok olaj nem kéne. Szerintem két kannányi, ha lenne, az nagyszerű lenne. De azt is el tudom képzelni, hogy kivették az olajat, mint lootot. Nem, benn van, jó. 15, hát egy olyan 2-3-at ki kéne nyernem. Meglátjuk, milyen arányba találok. Ó, oh, szuper, jó. Akkor még egyet szétütünk, vagy hát még egyet próbálunk keresni. Itt a hideg, téli tájon. Ó, oh, szerencsém volt, jól van. Hát, nem is tudom. Jó, szétverjük még, talán nem kopik el teljesen ez a szerszámom. Ja, ebben nincs is, oké. Akkor még egyet itt nosztalgiázok. Fölmászok a lootokért, megnézzük, mik vannak itt. Azt tudom, hogy finomítónak kéne lennie. Ott egy kő. A hidegbe. Elmegyek érte. Nem tudom, arra fel, ahol lakok, ott van-e kő. De ez nekem kő. Túl hideg van. Ez mondjuk megváltozott ezt, mint hogyha a magyarul írta volna régebben. De ez legyen a legnagyobb baja.
a játéknak. Oké, még itt van egy kevéske, ezt még kiszedjük. Azt hiszem olyan 8-9-es szint körül már be lehet ruházni a kő, vagy a baltára, kis baltára, meg a társára, a csákányra. És az tök jó dolog. Ebben nincs finomító? De van, ó, ezt be lehet csukni. Ó, még meleg is lesz itt, befűttök. Talán még fa is van benne, nincs fa benne. Nem baj, rakok bele. Azt, amilyen jó akusztikája van ennek a helynek. Jó, ezt kivesszük, ide meg osztunk egyet, és akkor mehet. Azt hiszem, ennek nincs szene. Legalábbis régebben nem volt szene. Ez csak az olajat tolta. Hát, ha jól megy, minden jól megy, akkor mindegyikből 3 lesz. Így van. Nagyszerű. Jó. Jó van. Akkor ezt se kell megkeresnem ott a... Valahol az alsó járatokban volt a... Víztisztító mellett vagyok, ha minden igaz. És ott az alsó járatokban volt a... Az olajfinomító. Nem néztem meg a felbontást. Pedig Full HD-ba veszem fel egyébként, de elég nagy ez a... Karika, de legalább jól látszik mindegy. Meg ezek is tök nagyok. Nem baj. Ez is jól látszik legalább. Na gyerünk, gyerünk. Ó, hát ebből mennyi kell egy ilyen kemencéhez egyébként? Jegyzem meg. Hol is van ez a tabnál? Q-nál? Crafting. Talán itt van. Kemence. De nem itt van a kemence, hanem itt a kemence. Kemencefa és 50 alacsony minőségű. Tehát az a szűk keresztmetszet mindenképpen, mert a többi az szépen szerezhető. Az azt mondja, hogy hát 100-unk lesz, az biztos. Tehát 2 kemencém az lesz. Jó. 3-nak jobban örülnék. Lehet, hogy azt még összehozzuk, a harmadikat. Keresek még egy kis olajat. 3 kemence azért jobb lenne. Nem is kell hozzá sok, ahogy látom. Azt még megcsináljuk, és akkor leállítom, és akkor hozok még egy kis ilyen olajat. Oké. 135, hát nem sok kell. Itt látok ott egy kis követ megint, oda elmegyünk. És ez a jó oldalon van, ahol meleg van, azt meg szeretjük is. Kis szemét, szemétbe szeretünk turkálni. Ebből szintén fém lesz, azt visszük. Gondolom az megmarad, hogy ki lehet égetni a konzervet. Hát gondolom biztosan, mert a csóróknak az egyetlen boldogulási forrása lehet. Ez a módszer. Tényleg itt most mi történik? Leesek majd, ha elkopik? Nem egész jól bírom. Na, ennek mindjárt vége lesz ennek a csákinak. Hoppá, megint megijedtem egy kicsit ettől a hangtól. Homokzsák, vászon. Ó, számzár. Fatábla. Víztisztító. Páncélnadrág. Ennyi. Hogy is jutok föl ide? Azt a két kis ládikót megnézem. Ami itt szokott lenni. Milyen kincseket rejt magában. Vödör. Egy vödör. Most jó jön a vödör, mert olyanom nincs, nem tudom, mit rakok bele. Ott egy vaddisznó. Hát nem tudom, hogy fölmenjek-e odáig. Jó, mivel világos van, ezért az első szintig elmegyek találnia. És a tetejére nem megyek fel, de megpróbálok följutni. Az első szintre fölmászok. Itt is van azt hiszem egy-két ládikó, amit... Aha, van ám. Jó, legalább tudjuk ezt is.
mindenféle radioaktivitás van itt, úgyhogy ez jól is jött ez a kis balta. Hogy állok? Bírom? Még bírom. Akkor oda még lefutok én hirtelen, ezt még megszerzem. Hát jó. Mondjuk ezzel már helikopterrel nem vagyok olyan túl jó. Aha, itt elég erős a radioaktivitás kijebb. Itt még erősebb. Most kéne bevennem a gyógyszeremet, mi? Ó, most mi lesz? Meghalok? Vagy mi lesz vajon? Jajajajaj, így be biztos. Oj, oj, oj. Hát reménykedünk, bár az a HP-hez kevés lesz, oké. Okay. Akkor megyünk a bázisra, és akkor a ló halálába futunk. Na, ide bebaggoltam, de jó. Aha, ettől tartottam, hogy ez lesz egyszer ebből. Itt, ha összehúzózkodok. Ebből annyiszor belefutok az ilyesmibe, hogy az hihetetlen. És én nem fog tudni kijutni sehogy se, nem hiszem, hogy ki tudok jutni. Oké, okay, akkor kill. Jó, és akkor a terepen ébredünk föl. Nem tudom, az most hol van, így meg nem mondom. Nem tudom, ez hol van. Ott a... Jó, mindegy. Ja, itt jó. Oké, ez jó lesz. Ezért meg megsemmisítem a másik hálózsákot. Azt megsemmisítjük és kiszedjük onnan a szekrény mellől, mert az ott halálos, ahogy látszott a mellékelt ábra szerint is. Most csak gyűjtögetünk, nem vagdosunk semmit. Oda kell érnem időre a megbeszélt helyre, a hullámhoz. Remélem odaérek, még mielőtt kilútolják, bár olyan nagy mozgás nem volt szerencsére, talán az ott mi a... Szarvas, ugye? Ja, jó. Oké, közeledünk. Szerencsére nincs messze semmi. Se ez, se a... Ott is. Mennyi szarvas van itt? Ha meg lesz a cuccom, visszafele leöldözöm őket majd. Jó van. Hát szerintem egész jó rész idő alatt ide értem. Talán nem volt semmi probléma. Nem vitték el a cuccaimat. Valahol a... kis épület előtt eshettem le. Az pedig len, a túloldalon van. Nem, itt van, ez az. Azaz? Nem biztos, hogy azaz. Bátran futkosok itt össze, bárhol lehet medve. Nem ez az. Melyik részén volt ez a kis házikó? Ja, oda potyogtam, itt lehetek valahol. Itt csak hideg van, belül van a radioaktivitás, hova estem? Ideni. Ó, de rosszul nézek ki. Na, szedegessük föl magunkat. El ne felejtsem a hálózsákomat kiszórni otthonról. Sok kramancom van mi. Hiszen a fákját is nekem az fontos mindig. Hát... itt hagyom magamat, nem. A különben is az emberhús nem olyan jó deal megenni. Nagyon éhes lesz tőle az ember. Vagy szomjas. Most kicsit lassabb projekt, de ezzel fogom kibontani. Nem koptatom el a maradék csákányomat. Elsőben nem lesz semmi, mi? De van, ha, szuper. Azt is kibontjuk ezzel a kő darabbal. Most is lehet csinálni követ is. És megint egész sok XP-t gyűjtöttem. És való Lídia is egyébként a... Jó, szerintem ennyi elég lesz
Hát jó, legyen. Még ezt is kibontjuk, ezt az utcsót. Itt fel is dolgozom az olajat. Aztán hazaviszem. Mi az, hogy anti-hack? Nem nagyon értem néha ezt a dolgot. Ez általában akkor írja ki, amikor támadjuk az épületet, vagy talán személyt is. De hát ugye ilyet nem, ez nem állt fönn itt. Hát csak egy hordót ütögetek itt nagy lelkesen. Azért sem akarom szétütni a saját hullámat, mert nem akarok sérülni, mert olyankor sérül az ember, hogyha anti-hacken feliratot kap, akkor biztos, hogy sérülni fog. Na jó, ez akkor még egy gyors kis égetés lesz, akkor most már tényleg, hát ha minden jól megy, akkor ez már a negyedik ezért lesz, negyedik kemence is meg lesz így alapból. Hogy vasat azt most tudok égetni majd gazdagon. Most hát fejleszteni fogom a bázisot, és hazamegyek, aztán építek egy kemence helységet szerintem. Vagy valami ilyesmit. Megnövelem a házikót. Ez csak egy ilyen hagyományos házikó lesz, ezt nem viszem túlzásba, nem lesznek ilyen kiszögelések, meg fura járatok, meg ilyesmik. Ezt csak úgy megépítgetem. Valószínűleg kap még három ilyen szögletes alapot, aztán egy kicsit egy előszobát csinálunk benne. Ja, meg összetöröm azt a fekhelyet. Vagy hát nem tudom, hogy összetudom-e törni ezt a fekhelyet. Megnézem majd, de szerintem sérülni fogok, hogyha beleütök, mert az ugyanolyan rongálásnak minősül. Meglátjuk. Kipróbálom. Ugye ez a PVN-nek, vagy hát ennek a szervernek a hátránya, hogy így fix minden dolog nem lehet nagyon lebontani, mert akkor büntet a szerver. Jó. Egyet csinálunk is. Ez a Quick Craft, ugye? El le is vette a cuccot, oké. A kövem is van még. Azt nézem, hogy az elkopott teljesen, lehetséges. Úgy néz ki, hogy elkopott. Akkor viszont egy ilyet is kérek. Mert hogy az nem árt, ha van. 120, az szuper. Ebből még kijön most 4 kapásból, de ezt most nem csinálom meg mind a 4-et. Egy elég lesz egyelőre. Loholok haza. Hazafele meg még vágok egy kis fát, meg ha találok követ is, szerzek. Oké. Okay. Kemence készül. Én megmegyek. Hát végül is foghatjuk ezt is, mert miért ne? Úgyis merre is lakok? Na igen, ez még egy jó kérdés. Azt tudom, hogy jó idő fele jöttem, tehát nem volt hó határ, nem volt nagyon hó. Á, arra fele lakok, az biztos. Oké, okay. Hát ez tök jó. A torony és a globus ez között lakok, úgyhogy ez mind a kettő jó támpont így a betájolás érdekében, úgyhogy elmegyek errefele. Elkészült közben a kis csákány el. Jó, kicseréljük egy ilyenre így. Jó. Go. Legyen ez a fa az áldozat, ezt kivágjuk. Ha nincs medve a környéken. Ott van egy lovacska szerintem. Ja, és van egy ilyen, olvastam egy ilyet, hogy talán... Jaj, nehogy beledobd. Majdnem beledobtam. Szóval, hogy lovagolni is lehet majd benne. Vagy már lehet, nem tudom. Mondjuk ilyen nyereg, meg ilyesmi opciókat nem láttam, de... Megnézem a Wikipédiámat, lehet, hogy már írnak a rásznak a lovaglásról, vagy ha esetleg tudtok erről a hátas dologról valamit, akkor írjátok meg a komment szekcióba, kíváncsi vagyok, hogy... Mert ezt csak úgy hallottam valami videóba, hogy van egy ilyen lehetőség. Az egyébként egész jó, amikor ilyen nagyobb távolságokat kell áthidalni. Az kellemes lehet. Átcsapunk itt az erdőn. Még egy fát kihántolunk. Van egyébként helyünk? Még van.
Még egy kis kőnek is jutna. Oké, ez eltört. Most nem gyűjtünk ilyeneket szerintem. Ezt kihánytjuk, és akkor megyek tovább egyenesen, és szerintem fából nagyjából így jó is leszek. Több nem nagyon kell. Akkor még éjszaka előtt meg tudjuk építeni a fejlesztést. Bár az egy nyitott rész lesz, mert ajtót még nem tudok rárakni, azt hiszem. Majd csak mégis azt megtehetem, hogy leszerelem az ajtót, aztán berakom oda a régit. Ja, végül is, ja, az lesz azt hiszem a legjobb opció, mert akkor mégis zárt lesz a területem. Hát, biztos három kő mellett mentem már el, ám simán el tudom képzelni. Lóhangok voltak, bár lovat nem lövök le, csak hogyha a végsőket rúgom. Ezt még itt kivágom. Mivel követ nem találtam, ezért akkor fát viszek inkább. Helyünk még van. Ha nem tudom szétlőni azt a hálózsákot, akkor átnevezem, hogy véletlenül se keljek föl abba. De ha mégis fölkelek benne, akkor még ez az alternatív hálózsák módszer ez működhet. De jó lenne, szét lehetne verni, mert akkor oda valami hasznosabb dolgot tudnák pakolni. Hogy áll a nap, még nem nyugszik le, úgyhogy még itt tudok egy kicsit szedni fát. Ez utolsó fa szerintem, mert nem tudom a másikat már kivágni. Ez még éppen belefér. De szerencsés vagyok, mert kő is akad azért, meg hogyha kicsit sétálok, akkor elég jó erdők vannak, úgyhogy megint lövést hallottam. Jó. Akkor ennyi. Most hazafutunk. Itt egy nagy tisztás, itt meg rengeteg kender van, ha arra vágyok. Van egy kis kender. Mondjuk kenderből jól állok szerintem, nem tudom miért gyűjtöm őket, de egy gyűjtögetős típus vagyok, inkább összeszedek mindent. Ott viszont láttam egy őzet valahol. Ha már ilyen közel volt, de nem tudom hol van. Ottni. Ha őz az. Jól leült. Elég sok töltényt használtam rá, de meg hálálja a zsír majd. Ezt mivel érdemes hántani baltával? Na most van az, hogy nincs helyem, ugye? Jó, ezt kidobjuk. És kettő hely talán elég lesz ilyen téren erre a dologra. Meglátjuk. Bőr, 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 szövet, szövet, csont. Oké, és akkor eldobjuk a kövemet is. Volt zsír is benne, pici. 7 zsír, jó. A zsír. Jó, hát ez egy egész jó kis túra volt egyébként. Volt itt minden, meghaltam, meg fölélettem, meg olajat találtam, meg finomítottam, meg állatot öltem. Úgyhogy azt mondom, megérte. Kimenni, kis puritán házam. Már látszik itt a horizonton. Ezt a pár szövetet még begyűjtjük. Szépen rámesteledik, mire hazaérek. Jó. Ültettem ide egy csomó mindent, de nem kelt ki semmi, vagy a szomszéd megette. Az is lehet. Jó, mivel nálam van a térkép, vagy ez a térkép, ez a Terrorize. Ezért már most itt elkezdek barkácsolni. Lepakoljuk a mordájt, hogy az ne legyen nálam, mert felesleges. Jó, meg ennyi ilyen se kell, ez se kell, hogy nálam legyen, ez se kell. Szövet is ide mehet be. Oké. Okay. Most már nincs nálam olyan, amit miatt rám lőne egy helikopter, nincs. Jó, helyes, helyes. Ó. Őzikinek remélem volt husikája, mert sütnöm kéne valami finomat belőle majd. Na akkor.
Ide egy fal. Ide egy fal. Merre legyen az ajtónk? Nézzen a szomszédra. Nem is tudom. Ne nézzen a szomszédra. Nézzen erre. Itt lesz a... itt leszni. Jó, és akkor csinálunk tetőt. Most azon gondolkodom, hogy... hát... na, mindegy. Csinálunk tetőt, de nem fogom az egészet lefedni. Mert hogy... kéne csinálom egy ajtót. Ez 400 fa elég drága, de hát mindegy, ezt legyártjuk, meg egy zár is kell. Muszáj lesz oda is csinálom egy zárat, megint kulcsozhatok, tök jó, mindegy. Azért, mert még nem tudom megcsinálni a tető feljáró részt, és ez azért még probléma. Úgyhogy ezt nyitva hagyom ezt a területet egy picit még. Egy picit még nyitva marad. Azért bedolgozzuk fából. Ez is fa. Ez is fa. Ez is, meg ez is. Ezt nyitva hagytam véletlenül, ja. Oké, a tető is lehet fából, meg ez is. Jó, és akkor itt még nem lesz semmi, ide berakjuk az ajtót, az már elkészült. Ami befele nyíljon azért, még a régi hagyományok szerint, bár már nincsen jelentősége, de azért így jobban néz ki. És akkor erre is rakunk egy zárat, gyorsan. Oké. Kintre is kéne egy ládika. Egy ládika ide kintre kelleni fog, és akkor azt oda lerakom valahova az ajtóba. Nem tudom hova. Talán éppen oda. És az lesz a kulcstároló, azt hiszem. Na, elkészült? Miért nem készül el? Ja, faláda most készül. Oké, éhezek. Éhezek, ez problémát jelenthet. Sütni kéne egy kis hús itt van. Nem volt hús ebbe a szarvasba. Hát ez szívás. Hát akkor ismét. Vagy az lehet, hogy nem tudtam elhozni. Nem volt annyi helyem. Akkor gyorsan pakolászás, amíg itt éhen fogok pusztulni. Mindjárt, rövid úton. Oké, hát nem tudom, valahogy így ennyire elég. És akkor ebbe én belerakom a... ez a kulcs, ez az itteni kulcsom, jó? És akkor ehhez is csinálunk egy kulcsot. Egyet, meg még egyet. És az egyiket azt ide belerakom. Ja, az a jó kulcs, ez pedig így ide. És akkor most mind a kettőt ezt is tudom nyitni. Meg ezt is tudom nyitni. Helyes. Jó. No, hát akkor pakolászunk a legfontosabbakat. Kemence. Még élek, addig mehet ide. Ez is fontos. Ez is. Ez sárt. Ez is fontos. Ez nagyon fontos. Csontot is berakhatjuk, jó. Meg ez a kettő, ez még eléggé kardinális dolog. Nézzük itt, mi a helyzet belül. Ja, most ezt ott el tudják tulajdonítani szépen. Jó, ezeket egyelőre berakom ide a tűzbe. Ezek is ilyen hasznos holmik. És akkor mindent kipakoltam. Kéne csinálom azért egy hálózsákot. Ja, nagyon kéne egy hálózsák. Hol vannak a szövetek? Gyekhalok. Itt vannak a szövetek, akkor kérek egy hálózsákot gyorsan. Oké. Ez már jön is, ez a szövet. Muszáj bentre egy hálózsák, mert... ha kint éledek újra, akkor nem lesz kulcsom bejönni. Akkor nyitva kell hagynom az ajtókat. Ja. Egyébként, hogyha kész lesz a hálózsák, akkor megpróbálom szétütni a régi hálózsákomat, mert lehetne tenni dobozokat. Az praktikusabb lenne, mint a hálózsák. Na, elkészült.
Hol aludjunk? Aludjunk valahogy itt kéne aludnom az ajtó mellett. Itt nem lehet aludni, nem lehet ide aludni. Ajjajjaj. Itt lehet aludni az ajtóba? Lehet. Hova gondoltam én vajon a kemencéket? Oda? Oda gondoltam a kemencéket. Akkor legyen itt az alvóhelyem. És akkor ez lesz a bázis 1. Jó. Oké. Ott fogok újraéledni, ez meg a sima bázis, és akkor ezt elkezdem most koppogtatni ilyen kővel. Megnézzük, hogy reagál a szerver. Valószínűleg együttéssel meghalok. Nem, ezért nem büntet. Akkor ezt még itt utolsó erőmből megpróbálom lepattintani, hogyha a kövem is úgy akarja. De ha nem akarja úgy, akkor majd a következő kövem fogja úgy akarni. Na. Egész jól húzom itt étlen szomjan, bár szomjan nem vagyok, dehidratált még nem vagyok, csak nagyon éhes. Ennek annyi. Akkor csináljuk azt, hogy... Csináljunk egy olyan kőbunkót. Vagy csontbunkót, azt tudok csinálni szerintem. Vagy nem tudom, az opciósa itt a Quickcraftnál. Igen, opciós, akkor egy ilyet csinálunk. Biztos sokba kerül, de úgyse használom semmi másra ezt a csontot. Gyorsan legyártjuk, addig talán még életben maradok, és akkor szétverem a maradékot. És akkor ide lehet tenni, talán két doboz is befér, akkor ez nagyon jó kis ilyen extra rejtek hely lesz, akkor át is hozok ide egy dobozt akkor, hogyha az úgy összejön. Na, akkor ütögessük a csontbunkóval, amíg még élek. Jó van, ezzel már lebontom szerintem. Jaj, azt ne bánts te. Na, azt már büntette a szerver. Jó, nem sérült egyébként. 2 darab HP-n maradt. Bruttó. Ez a bunkó, ez még jó. Hát... Határeset. Azt hiszem, ehhez 100 darab kell. Az a baj, hogyha... Jó, hogy nem tudtam megcsinálni. Azt akartam mondani, hogy ha most itt építés közben halok meg, akkor elveszik 100 fán, mert valószínűleg akkor nem készíti el a cuccot. Jaj, ez a haláltusa. Most mi történt egyébként? 4 HP-val még lehet, hogy fel is éledek. Még meghalni se tudok? Na. Na jó, oké. Okay. Hát ez most egy érdekes szituáció, csak akkor nyomok itt egy... Lehet, hogy vágok egyet, vagy ezt a 125 másodpercet meg kell várnom, mert hogyha a terepen ébredek fel, akkor nem tudok bemenni egyszerűen. Mert ugye nincs kulcsom, nincs elásva kint kulcsom. Hát most nem megvárjuk ezt a 110-valány másodpercet. És akkor bemegyek, akkor magamat kilútolom. És akkor lerakom a kemencét, meg még jártok hozzá szerintem egyet vagy kettőt. Hogy állunk időbe egyébként? Jó, elhúzódott ez is. De írtátok, hogy nem olyan nagy vészes a dolog, hogyha elhúzódik egy-egy epizód. Úgyhogy akkor most az lesz, a kemence projekt lesz. És akkor kint, meg két ládikot gyártok, ezt berakom a szobába. És akkor oda el tudom rejteni az összes kincsemet. És akkor nem baj, hogyha nyitott marad a tető, addig, ameddig az a felső fém létrát föl nem találom. Vagy hát meg nem, el nem érem azt a szintet, az is olyan... Hát szerintem a 8-9-es szint lesz a vízválasztó, ott lesznek az ilyen jobb dolgok, ott jönnek be majd a fémajtó, a számzár, meg ilyesmi. Már várom nagyon, mert az jó lenne egy kicsit erősebb záras házikó. Nem mint hogyha itt nagyon bántanák a házamat, de azért jobb félni, mint megijedni. Úgyhogy az lesz a cél most. Hát jó, még azért 46 másodperc, egy gyenge percet sikerült átdumálnom. Úgyhogy most a várakozó üzemmódban ezt a 40-et már kivárom mindenképpen. Zümmögnek a legyek a fülemben, nem tudom, hallatszik a videóba, eszik a dögömet. Nem tudom, hogy egyébként meddig marad meg az ember holtteste itt a... Közben jött valami telefonomra. Meddig marad meg az ember teste, hogyha ott van a
parlagon és nem megy érte, meddig lehet kilútolni, ez egy érdekes kérdés, bár azt hiszem, hogyha úgy hal meg ezen a szerveren a karakter, hogy üt egy házat mondjuk, és ezért a HP-je ezért fogy el, akkor a teste is eltűnik egy az egybe. Szóval erre oda kell itt figyelni. Na, megvan. Éledjünk újra. Nincs is olyan nagyon sötét. Hoppá. Azért nem tökéletes a dolog. Korán sem. Ja. Mondhatni, hogy ez így egy kicsit szívás. Egy kulcsom van, amit ugye tudok reprodukálni. Ez az ajtó, ez jó. De mivel ebben nem raktam pótkulcsot, ezért csak oda bent van, és ezt az ajtót lebontani, 200 HP-s ajtót, meg kell tennem, nincs mit tennem, de még íjam sincsen egyébként, meg itt sincsenek fegyverek se, úgyhogy... Jajajaj, bent van az olaj, mindent, tudja, jó lesz. Na, hát kalandos lesz az a lényeg, hova rakjam ezeket a kemencéket, mondjuk egyet ide a sarokba. Ja, egyet ide berakunk. Pont nem fog elférni még egy szerintem. Bár ide egy kicsit be tudom tolni ebbe a kemencébe, ott belemegy, így. Talán így. Így még talán be tudok tuszkolni egyet. Jaj, de jó ez így. Na, nézzük. Jó. Hát itt hagyom a kulcsot. Bunkó. Verhetem szét az ajtómat, a záramat. Most nem tudom, a zár nyitás az... Ilyenkor mi történik? Semmi. A zárat hiába ütöm, mi? Annak nincs HP-ja. Wow. Király. Egy bunkó és egy HP sem ment le. Nos, jól van, szerintem most akkor itt vége, ha vége szakad az epizódnak, kitalálok valamit. Most nem megyek lootolni a gépfegyvereket, ezt meg fogom szétlőni ezt az ajtót, mert de komolyan ez a kulcsotás, ebben mindig belefut az ember. Valahogy be kell jutnom, ott van az összes jobbfajta cuccom most benne ebbe az épületbe, és egy fia baltám nincs, amivel ütni tudnám, úgyhogy ja, kitalálok valamit, aztán a következő részben majd beszámolok róla. Hát valószínűleg valahogy kibontom ezt az ajtót mindenképpen itt. Egy órát kell mókszerolni akkor is. Na, köszönöm, hogy megnéztetek, hát ez egy ilyen vége lett neki, de azért nem vagyunk annyira nagyon messze a dolgoktól. Itt bejutok az ajtón, akkor újra minden nyersanyag a rendelkezésre áll, aztán akkor már csak nem is a nyersanyagokért, csak fura lenne, hogy el lenne zárva egy egyszer egyes kis plac. Nem szeretném, úgyhogy mindenképpen ezt be kell törni valamilyen úton, módon. Na, köszi még egyszer, hogy megnéztetek, sziasztok! Az ajtó és a kulcsok.